De mondjuk alapból hülyeség, mert főleg, ha már a barátnőm, és a barátnőmnek barátnői vannak, és azokkal ismerkednem kell. Hiába, faci! Hiába! Hiába facér, bármelyik is, hiszen barátnőm van, hiába facér, hiába van. Hiába van barátja, vagy bármi, tabu mindenképpen, mert barátnőm van. Hú. Na jó. Jaj, ez most csak így eszembe jutott, hogy... De vagyok... Jaj. Eszembe jutott az, hogy azt mondod, hogy például halkan. Például arról van szó. Például arról van szó. Szóval azt akarom mondani, hogy ha például arról van szó, hogy lenne egy barátnőm, és neki lennének csak facér barátnői, és azt mondta, hogy ismerkednem kéne a barátnőivel is. Oké. És mondjuk egy olyan programot csinál a barátnőm, hogy mit tudom én, hogy a barátnőivel is, meg velem is. Az azért elég furcsa lenne. Mert mi van akkor, ha mondjuk mit tudom én, van a barátnőm, és még van két lány a barátnője, aki szintén eljön. Hát abból lehet, hogy sok minden lehet. Mondjuk lehet, hogy izé lesz belőle, rám másznak, vagy mindhárman, ami lehet, hogy egy kicsit sok lenne. Mondjuk az édes hármas az mondjuk még tetszik, ott még szerintem az még úgy menne, de az édes négyes, ha már három nő van, az már lehet, hogy kicsit sok, mindegy. Csak hogy érted? Érted, mert bár hogyha nem zavarja a barátnőmet, hát, szóval érdekes.